Ahhoz, hogy a szervezetünkbe juttassunk minden nap mindenféle vitamint, ásványi anyagot, nyomelemet, ahhoz nagyon átgondolt táplálkozásra volna szükség. Ez nem mindig megy a hétköznapokban, amikor sokszor benzinkúton vagyunk kénytelenek étkezni, vagy bárhol, ahol sikerül. És akinek nem sikerül, az bizony vitaminhiányos lesz, éppen ezért van szükség étrend kiegészítők használatára. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik a tudatos vitaminfogyasztás. Hogy a föld lehet hatékony, az már is kiderül. Milyen vitaminok lehetnek segítségünkre egészségünk megőrzése érdekében? Alapvetően a multivitamin lehet hasznos, mert egymásra hangoltak ezek a vegyületek a szervezetükön belül, és hogyha valami hiányzik, akkor lehet, hogy egy-egy folyamat nem megy végbe, és nem érjük el azt a hatást, azt a végeredményt, amit szeretnénk, hogy teljesen jól működő szervezetünk legyen. Amit találhatok ugye a multivitamin készítményekben, hogy ott vannak a zsíroldékony hatóanyagok, az A, D, K vitaminok és az L-vitamin, illetve hát ugye a vízoldékonyokból a B-vitamin spektrum, illetve a C-vitaminok, és hát ugye az ásványi anyagok is ugye le kell, hogy kerüljenek. Ha megnézem azt, hogy mondjuk milyen mennyiségek jöhetnek így össze, akkor azért érdemes azt nézni, hogy egy nagyon-nagyon pici multivitamin, az valószínű, hogy nem tudja tartalmazni az összes vitamint, és hogyha mondjuk mindent beleraknánk, például a magnéziumból is, vagy a C-vitamint beleraknánk, akkor akár egy ilyen pingponglabda nagyságú vitamint kellene egyszerre lenyelni. Ezért ez lehetetlen, úgyhogy valahogy össze kell úgy rakni ezeket a készítményeket, hogy minden belekerüljön, és könnyen fogyasztható legyen bárki számára. Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy az a vitamin, amit a szervezetünkbe beviszünk, jó minőségű? Ma már a vitamingyártó cégek nagyon figyelnek arra, hogy különböző minősítéseknek megfeleljenek, ISO, GMP, és ezeknek alapfeltétele az, hogy bevizsgáltak legyenek az alapanyagok, amiket beleraknak a kapszulába, tablettába, és nagyon figyelnek rá, hogy mind a mennyiségi, mind a minőségi oldalról ennek a paramétereknek megfeleljenek. Mikor kell vitaminokat szedni? Sokan azt gondolják, hogy amikor valami probléma van, akkor érdemes csak ezekhez a kiegészítőkhöz nyúlni. De ahogy az elején is említettem, hogy folyamatosan étkezünk, akkor folyamatosan szükségünk van arra, hogy ez teljes legyen és komplett legyen ez az étkezés. És a mai világban annyi kihívásnak kell megfelelni egy testnek, és le kell reagálnunk egy csomó változást, ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha tényleg teljes spektrum az a táplálék, amit magunkhoz veszünk, és ezt nagy valószínűséggel a vitaminok, illetve az ásványi anyagok azok, amik teljessé teszik.